Szeretettel köszöntök mindenkit mai képviselőtestületi ülésünkön. A képviselőtestületi ülést megnyitom. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 10 fővel határozatképes számban megjelent. Bárány Balázs képviselő úr jelezte elő, hogy betegsége miatt nem tud részt venni a mai ülésünkön. Mielőtt a testületi ülésünk napirendjére térnénk, egy fontos bejelentést szeretnék tenni. Bizonyára emlékeznek még képviselőtársaim, legalábbis akik 4 éve képviselők voltak, hogy 2005 végén, 2006 elején beadtunk egy pályázatot a főútjaink gyalogátkelő helyeinek a megépítésére. Hát eltelt 4 év, majdnem kereken 4 év a pályázat beadása óta, és most tartaléklistáról elővették a pályázatot, és azt a tájékoztatást kaptam az eljáró irányító hatóságtól, azaz a pénzügyminisztériumtól, hogy ez a pályázat ez támogatásban részesült, ugyan nem a 68 milliós eredetileg kért összegben, hanem 63 millió forint összegben támogatták. Úgyhogy most át kell terveznünk a teljes projektet, ugye mivel eltelt 4 év, de reményeink szerint, hogy abban az esetben, hogyha minden engedélyt sikerül megszereznünk, hisz azóta az engedélyek lejártak, és újra kell őket indítani, illetve egy csomó dolgot át kell tervezni az akkori viszonyokhoz és az akkor beadott pályázathoz képest, akkor 3 helyszínen gyalogátkelő helyeket építhetünk az állami közúton ebből az Európai Uniós támogatásból. Összegszerűségében ugye az akkori kalkulált építési adatok, meg a mostaniak közt valószínűleg lesz különbség, de többlet önrészként be tudjuk állítani a költségvetésünkben amúgy is szereplő gyalogátkelő támogatást, úgyhogy nagyon bízunk benne, hogy sikerül újra terveznünk ezt a projektet, és az idén megvalósul ez a 3 átkelő, amelyiknek az egyike ugye a legtöbbet harcolt Pemműnél, a Tersánszki Ödön emlékműnél tervezett lámpás csomópont. Röviden ennyit szeretnék elmondani. Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy napirend előtt vagy a napirendhez van-e valakinek kérdése, hozzászólása. Amennyiben nem, akkor a mai nyilvános ülésünk napirendjére térnénk. A zárt ülés napirendjeit majd külön fogom a zárt ülés elején megszavazni. A mai testületi ülésre 8 darab előterjesztés készült, 12-től 19-ben 2020 számú előterjesztések. Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy a napirendhez kérdés, módosító javaslat van-e. Amennyiben nincs, akkor a mai ülésünk, nyilvános ülésünk napirendjéről szavazunk, most lehet szavazni. Tíz igen szavazattal, egyhangú szavazással jóvá hagytuk a mai képviselőtestület ülés napirendjét. Következik a 12/2020-as számú előterjesztés, közvilágítás, körszerűsítés, közvilágítási szolgáltatás és üzletrész vásárlással kapcsolatos közbeszerzésnek a bíráló bizottság megszavazása. Ugye minden közbeszerzésben egy előkészítő bizottságról kell szavaznunk. A bizottságra a következő tagjainak a következő javaslatot teszem. Ugye a bizottság tagja célszerű, hogy ne legyen képviselő, hisz ezzel magát kizárja a döntéshozatalból, ezért általában a hivatal szakembereit szoktuk bizottsági tagnak meghatározni. A bizottság elnöke a jegyző úr, jogi szakértőként, a pénzügyi szakértőként Darabos Orsolya a pénzügyi iroda vezetője, Tordainé Dózsi Ildikó a műszaki irodáról és a felelős akreditált közbeszerzési tanácsadó, ők 4 lennének a bíráló előkészítő bizottság tagjai. Kérdezem a képviselőket, kérdés, hozzászólás van-e? Tordai Miklós képviselő parancsol. Csak egy apró javítás, hogy a Takács Márknak a nevét, azt gondolom, hogy ide is be kellene írni, mint felelős, utána személyeket javasol. Igen, személyeket szavazunk meg, igen. De a határozati javaslatban már így van, csak az előterjesztésben, igen. Köszönöm szépen. Igen, tehát a határozati javaslatban név szerint szerepelnek természetesen a szakértők.
Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás határozathozatal következik. 10 igen, egy hangú szavazással jóváhagyva. Következik a 13/2020-as előterjesztés, a 19. évi költségvetési rendelet 6. módosítása. Ugye a költségvetési rendeletet addig lehet módosítani, ameddig a zárszámadást el nem fogadjuk, úgyhogy ez lenne a 6. módosítása még a tavalyi költségvetésünknek. Megadom a szót az alpolgármester asszonynak. Köszönöm szépen. Elmondom a módosításnak a tartalmat. A bevételi oldalon bérkompenzációt kaptunk 50.760 forintot, állami támogatást több mint 30 millió forintot. Beruházásra költöttünk játszótéri eszközök javítására 2 millió forintot, lézer ultrahang sugárzás mérőre 2,4 milliót, vasútállomás zöld terület rendbehozatalára több mint 4 millió forintot, orvosi rendelő fűtés korszerűsítésére 2,5 millió forintot, és ami a legfájóbb, ez a Hold utca hulladék elszállítására eddig 20 millió forintot költöttünk. Ez azt jelenti, hogy a 31 millióval csökkent a tartalékkeretünk, a felhalmozási tartalékkeret ebben a 6. módosítás után 59.941.636 forint. Működési tartalékunk pedig 45.729.769 forint lett. Ez a rendeletmódosítás tartalma. Pénzügyi bizottság tárgyalta, ugye mondhatom, és elfogadásra javasolta. Köszönöm szépen. Rendeletmódosítás minősített többségre van szükség. Kőveri András képviselő. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Azt szeretném megkérdezni, a Hold utcai 20 millió, az tulajdonképpen mit akar, miért olyan fájó ez? A történet arról szól, hogy a Hold utcában történt egy illegális szemétlerakás, a mi területünkről hordtak szemetet a mi területünkre, ugye a kertes mezőgazdasági területről az erdőbe. Ez a szemét sajnos nagy mennyiségű aszbeszpalát is tartalmazott, amit kilónként szállítanak el külön válogatva, úgyhogy ezt külön kellett válogatnunk, az egészet ki kellett szedni, ezen hetekig sikerült dolgozni. A rendőrségi feljelentés megtörtént, a nyomozás folyik, úgyhogy a feltételezett elkövetőn ezt igyekszünk behajtani, nagyon bízunk benne, hogy sikerül. Van is személy? Van. Kérdezem a képviselőket, hogy kérdés, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs rendeletmódosítás következik, most lehet szavazni. Hét igen, három tartózkodással módosítottuk a 6. alkalommal a költségvetési rendeletet. Köszönöm szépen. Egy fél mondatot ehhez még hozzátéve Kőveri András képviselő kérdéséhez. Mostanában elég jól állunk. Remélem, hogy ez így is marad. A kamerák meg a tettenérések dolgoznak, úgyhogy hány feljelentésünk van? Most elég sok van folyamatban, akár az Akácfa utca, akár a Szélhegy állomás környékén az illegális szemétlerakásokról, úgyhogy reméljük, hogy ez visszatartó erő lesz, mert a legnagyobb visszatartó erő az mindig a lebukás esély, ami igen nagy, mióta nagyon sok helyre raktunk térfigyelő kamerát. 14/2020-as számú előterjesztés következik, intézményi munkamegosztás és együttműködési megállapodások felülvizsgálata. Ez ugye ez egy technikai jellegű döntés, de mindig meg kell szavaznunk az együttműködési megállapodást a gazdasági feladatok ellátásáról, hisz ugye a jogszabályok módosítása miatt ma már máshogy működik, mint régen, hogy önállóan gazdálkodó, részben önálló, stb. Erre azt hiszem emlékeztek már. Kérdés, hozzászólás ezzel kapcsolatban van-e? Amennyiben nincs, akkor most ezt az öt határozati javaslatot külön-külön kell megszavaznunk, tehát az első a Solymári óvoda bölcsőde gazdasági feladatainak ellátására való megállapodás, most lehet szavazni. Tíz igen, egy hangú. Következő határozati javaslat,
Az Apáczai Csere János Művődési Házzal való együttműködési megállapodás. Most lehet szavazni. Tíz igen, egy hangú. A harmadik határozati javaslatunk az Ezüstkor Szociális Gondozó Központtal való együttműködési megállapodás. Most lehet szavazni. Tíz igen, egy hangú. Következik a negyedik határozati javaslat a Lustiget-Szverge német nemzetiségi óvodával való megállapodás. Most lehet szavazni. Tíz igen, egy hangú. És végül a német nemzetiségi önkormányzattal való együttműködési megállapodás. Kérem szavazzunk. Tíz igen, egy hangú szavazásra ezt is jóvá hagyta a képviselőtestület. Következik a közösségi együttélés szabályival összefüggő rendelet felülvizsgálata. Ugye ez a rendelet, ez talán a 2011-es törvénymódosítások óta van felhatalmazásunk ilyen típusú rendelet meghozatalára. Ezzel a magával a jogszabályi háttérrel sok alkotmánybírósági és egyéb eljárás volt folyamatban, és ezt folyamatosan felül kell vizsgálnunk. Az előterjesztést azt elkészítette a hivatal, ügyrendi bizottság tárgyalta, a parancsoljegyző. Igen, az ügyrendi bizottság is a rendeletmódosításnak az egyik apropója az, hogy a vasútállomás és környéke zöld területeinek kezelése akadályokba ütközött azért, illetve igen, csak megsérültek azok a drágán kialakított közterületek, mert az autók ráálltak, megrongálták, és bár a rendelet kiterjed a parkosított zöld területnek a védelmére is, de sokkal pontosabb szabályozást gondoltam alkalmazni annak érdekében, hogy ne legyen vita az ügyféllel, illetve az elkövetővel, ne tudjon semmibe úgy belecsimpaszkodni, hogy később egy feljebbviteli fórumon esetleg a döntés nem állná meg a helyét. Ezért egy ilyen negatív kitételt alkalmazunk, amely gyakorlatilag azt jelenti, hogy zöld felületnek minősül minden olyan közterületi vagy közterületként funkcionáló magánterület, amely nincs leburkolva, illetve kőzuzalékkal sincs ellátva. Az ügyrendi bizottságon elhangzott egy módosító javaslat, amelyet én javasolok egyébként befogadni, arra vonatkozóan, hogy azokat a közterületeket, amelyeket magántulajdonosok kezelnek, tehát akik határosak az érintett közterülettel, ezekben az esetekben, illetve ezeknél a közterületeknél magántulajdonos adhat kvázi engedélyt arra vonatkozóan, hogy használja valaki a közterületét, illetve ezt a kezelt közterületet. Minden egyéb esetben az önkormányzatnak a felmentésekkel, tehát az önkormányzat adja az engedélyt. Ebben a körben gyakorlatilag a kiskapukat kizártuk, és bízunk abban, illetve bízom abban, hogy hosszú távon tudjuk alkalmazni, és valóban egy szigorú jogkövető magatartás fog kialakulni. Hozzá szeretném tenni, hogy ugye azért a Solymár online-on is, meg több felületen is publikáltuk, hogy milyen károkat okoztak a zöld felület kialakítását követően egyes autósok, akik utána arra hivatkoztak, hogy hát nézzük meg, sár van, nincs ott semmilyen zöld felület. És valóban azért nem volt ott zöld felület, mert rámentek autóval, de elég csak egyszer rámenni, vizes, nyálkás időben ugye kipörög a kerék, rögtön megszűnik a zöld, tehát rögtön kikaparja az autó, hivatkozhat arra, hogy ez nem egy gondozott terület. Igen, de mi annak szántuk, és súlyos összegeket költött az önkormányzat arra, hogy azokat kezelje. Még egy gondolat, hogy ugye ez kizárólag az önkormányzati
közterületekre, illetve a közterületként funkcionáló magánterületekre vonatkozik, nem a KRESZ-nek a kibővítése, tehát a KRESZ szabálysértések ugyanúgy fennállnak abban az esetben, hogyha valaki járdára áll. Ez valahogy az emberek tudatában nincs benne, hogy járdán parkolni alapvetően tilos. Tehát tilos fölállni a járdára, József Attila utcában is tilos. Kivéve, hogyha ezt a KRESZ tábla megengedi, ilyen azért nálunk egy helyen van talán itt a Napsugár óvoda mellett, tehát felhívom itt az autósok figyelmét, hogy ez a vasútállomáson is ugyanúgy hatályos, tehát nem lehet csak úgy fölállni a járdára, teljes szélességében pláne nem elfoglalni azokat a helyeket. Köszönöm. Köszönöm szépen, Tordai Miklós képviselő. Köszönöm a szót. Én nagyon örülök ennek a rendeletmódosításnak, és a módosítás módosításának is, ugyanis azzal, hogy ez bele lett emelve, hogy a magánterületek előtti parkolásnál az egy megengedhető kategória, társaság jön, vendégek jönnek, ezzel valahogy azt hiszem, hogy sikerült életszerűvé tenni ezt a rendeletet, és betarthatóvá tenni. Ami pedig a vasútállomás és a klasszikus közterületen való parkolást illeti, hát igen, szóval vegyük figyelembe, hogy nem kis pénzt költünk arra, hogy ez a község ez úgy nézzen ki, mint ahogy mi szeretnénk. És én azt hiszem, hogy senki se jogosult tönkre tenni a közös művünket, ami valamennyi szép érzékét és jó érzését szolgálja, és hát pontosan ez van, hogy egy autós kitúrja, 5 percen belül ott a következő, és valóban hivatkozhatna arra, hogy de ott már ki volt túrva. Szóval a másiknak a tisztességtelensége az nem ad felmentést az ilyen játékszabályok alól, úgyhogy szeretném, hogyha ez az a jövőben komolyan ellenőrzésre is kerülne, ahogy az utóbbi időben ezt rendszeresen figyeli is a közterületfelügyelet. Köszönöm szépen. Ja, még egy apró kiegészítés, és természetesen ennek megfelelően az ügyrendi bizottság egyhangulag támogatja ezt az előterjesztést. Köszönöm szépen. Cser Angéla. És meséljük el még egyszer, mert olyan sokszor nem jutnak ehhez, ezekhez az információkhoz az emberek, nem mindig akkor veszik föl a vonalat, amikor úgy elkezdődött a történet. Ez MÁV terület volt, ezeknek a döntő területe MÁV terület volt. Tavaly került a Solymárhoz kezelésre ez a terület. Az arra hivatkoznak, hogy ez nem volt zöld terület. Azért nem volt zöld terület, mert mindenféle nyavajával telehordta a MÁV, és nem parkosították rendesen. Ezt az áldatlan állapotot akartuk azzal megszüntetni, hogy átvettük kezelésre. Mi akkor tudunk ebből szép zöld felületet produkálni, ami nem egy-két hét, mert azért tudjuk jól, hogyha a füvet elvetünk, annak kell egy idő, akkor tudjuk csak rendbe tenni, hogyha oda nem parkolnak. Mert ahogy elkezdünk füvesíteni, vagy parkosítani, és valaki oda parkol, akkor vége ennek a területnek, úgyhogy ne hivatkozzanak olyan sokan arra, hogy nem foglalkoztunk ezzel a területtel, igenis akarunk foglalkozni, mióta a mi kezelésünkben van, foglalkozunk is, legyenek kedvesek, ezért ne parkoljanak oda. Ez jó, hogyha mindig így összegezzük. Köszönöm szépen, örülök, hogy ezt elmondtad, mert meg azt is tegyük hozzá, hogy ugye folyamatosan tárgyalunk a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-vel a vasútállomás lehetséges kibővítéséről olyannyira, hogy terveket is készítettünk, tehát vázlatterveket is készítettünk, és átadtunk a beruházónak ennek a parkolónak a bővítésére. Egyébként más településeken is elég nagy probléma. Borzasztó népszerű lett a vasút, senki nem számított rá, kivéve Kővári Andrást, aki előre szólt, hogy ezt mindig megjegyzem, mert tényleg neked volt igazad, hogy kevés ez a parkolóhely, amit terveztek, és valószínűleg a jövőben még kevesebb lesz. Egyébként a hivatal, a közterületfelügyelet ezt folyamatosan ellenőrizi, néha a rendőrséggel együttműködve, sőt olyan adatbázist is készítettünk, illetve nem adatbázist készítettünk, hanem olyan kimutatásokat, hogy az ott levő gépjárművek honosságát vizsgáltuk. Tehát, hogy az a Solymári vasútállomáson parkoló személygépkocsiknak ha nem is a többsége, de körülbelül a fele, nagy átlagban a fele az nem solymári személygépkocsi egyébként, tehát nagyon sokan járnak máshonnan is oda, de természetesen sajnos lezárni, illetve csak a solymáriak számára fenntartani erre
erre nincs jogunk. Köszönöm szépen. Az ügyrendi bizottság írásban megérkezett módosító javaslatát előterjesztőként befogadom, tehát a 7.1 ponthoz ezt az egy mondatos módosító javaslatot ezt előterjesztőként befogadom a rendeletbe. Kérdezem, hogy másnak módosító javaslata van-e? Amennyiben nincs, akkor most rendeletmódosítás következik, most lehet szavazni. Tíz igen, egyhangú szavazással ezt is jó látjuk. 16/2020-as számú előterjesztés a Solymári Település Üzemeltetési Kft. Tagi kölcsön iránti kérelme. Ugye a költségvetésünkbe meghatároztuk a Solymári Település Üzemeltetési Kft.-nek a beruházásait, amihez fedezetül tagi kölcsönt kell biztosítanunk a cégnek, ahhoz, hogy ezt szakszerűen lekönyveljük, nem elég a költségvetési rendeletben meghozott döntés, hanem hasonlóan a likvid hitel meg egyéb hitelfelvételeknél külön kell egy határozatot is hoznunk, úgyhogy ez van most előttünk. A tagi kölcsön összege ugye 62 millió forint, aminek nagy része a sikosságmentesítési feladatokra, teherautó vásárlására, valamint egy nagy teljesítményű kotrórakodógép megvásárlására szolgál. Kérdezem a képviselőtestületet, hogy kérdés hozzászólás van-e. Dobovkáni Dérborbála alpolgármester asszony. Köszönöm szépen, csak egy apró kiegészítés a fizetés időpontjára. Nem 25-e, hanem 27-e, február 27. Pénzügyi irodának volt ez a kérése. Jó, befogadom a módosítást, akkor ezt szerepeljen, kérem jegyző úr a dátum. Jó, hogy március 15 volt a másik. Vagy március 15? Hát az... Igen, bekapcsolom. Tehát ugye az önkormányzat likviditása miatt szokott fontos lenni, hogy március 15-e után érkeznek be általában az adók, de úgy tudom, hogy most még mindig elég jól állunk, tehát a likvid hitelre sincs szükségünk, tehát hitelt sem kell felvennünk. Meg különböző munkaszüneti nap, igen. Mikor? Március 1-től indul a zsíró, ugye? Igen. Jó, rendben, megbeszéltük, akkor ezzel a módosítással teszem fel szavazásra, most lehet szavazni. Tíz igen, egyhangú szavazással jóvá hagytuk. Következik a 17/2020-as számú előterjesztés. Helyi építési szabályzat módosítása, ugye nem az egész helyi építési szabályzat, hanem egy kis terület, a vasútállomás környéki terület néhány ingatlanját érintő VTS terület módosítási eljárása lezárul, a véleményezési szakaszok lezárulnak, és főépítési záróra küldjük, ugye ez az előterjesztés tárgya. Kérdezem, hogy kérdés hozzászólás van-e? Tordai Miklós, parancsolj. Köszönöm a szót, csak apróság. Olyan nagyon jó lenne, hogyha van egy ilyen típusú előterjesztés, ott vonnának mögötte azok a térkép kivágások, hogy ne kelljen úgy böngészgetni, hogy egyáltalán milyen területet is érint ez egész, hanem különösebben a geográfiához nem nagyon értők számára is nyilvánvaló legyen, hogy egyáltalán a falu melyik sarkáról beszélünk, és miért is. Ezt szeretném kérni a jövőben, hogyha van olyan előterjesztés, ahol helyrajzi számok szerepelnek, ott kapjuk meg minden esetben a térképnek a vonatkozó szeletét vagy szeleteit. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Jegyezzük, rendben. Egy talán annyi a, hogy mondjam, bár lehet, hogy a, de szerintem az új képviselőknek is ismert ez már, igen, mert már volt, de már az előző és a mostani testület előtt is volt ez a történet, hisz itt egy hosszú egyeztetési szakasznak a folyamatáról van szó, tehát akkor még egyszer mondom, a vasútállomás új kivezető útja, tehát a
Óbuda felé vezető útnak a jobb oldaláról van szó, és a patak közti területről. Köszönöm szépen. Egyéb kérdés, hozzászólás nincs, határozathozatal következik. 10 igen, egyhangú szavazással ezt is jóvá hagytuk. Következik a 18/2020-as számú előterjesztés, Solymár kiváló diáksportolója díj, Solymár kiváló tanuló díj és Solymár közösségi munkáért díj. Ugye erre a díjra minden évben több felterjesztés szokott jönni, és nagyon részletes indoklásokkal. Most valahogy ebben az évben ez egy kicsit haloványabbra sikerült, nagyon rövid, és talán lehet így mondani, nem túl tartalmas anyagokat kaptunk a felterjesztésekben. Az Közművődési Bizottság megtárgyalta az előterjesztéseket, átadom a szót az elnök asszonynak. Köszönöm szépen a szót. Valóban a Közművelődési Bizottság megtárgyalta a kérdést, a jelöltekről minden bizottság megkapta az anyagokat, és ahogy polgármester úr is említette, kicsit haloványra sikeredett, és felhívnánk a jelölőknek a figyelmét arra, hogy a jövőben kicsit körültekintőbben és bővebb anyagot próbáljanak letenni elénk az asztalra, hogy ezzel is segítsék a döntéshozatalt. Egyenként szavaztunk a jelöltekről. Idén sajnos a Közművelődési Bizottság nem javasolja a díjaknak a kiosztását. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tehát a bizottság, valóban jó magam is részt vettem az ülést, egyetlen egy esetben sem támogatta az előterjesztett jelölteket, illetve tartózkodások, illetve nem szavazatok voltak többségben, tehát egyik jelölt se kapta meg a bizottsági szavazáson a többségi döntést. Gulyás István képviselő úr. Köszönöm szépen, tisztelt polgármester úr. Én nekem őszintén megmondom, ezen a bizottsági ülésen vérzett a szívem, mert biztos vagyok abban, hogy ezek a fiatalok egytől egyik értékes és óravaló tehetséges fiatalok. Az volt speciál nekem a gondom, és én végig tartózkodtam a szavazásnak a igen, nem és a tartózkodás lehetőségei közül. Azért döntöttem így, mert fizikailag nem volt elég információm. Nem tudtam ez alapján döntést hozni, nem tudtam, hogy most ezek a fiatalok tényleg egy skálán hol helyezkednek el a maguk teljesítményével, amit én nem ismernék természetesen kétségben vonni. Én az lenne a tisztelettelés javaslatom a továbbiakban, hogy amennyiben a képviselőtestület és az aktuális bizottság egyetért, akkor egyrészt egy kicsit részletesebb anyagot kaphassunk arra vonatkozólag, hogy ezek a fiataloknak az érdemei miért is kiemelkedőek, illetőleg én attól sem, azt sem tartanám ördögtől valónak, hogy ezeket a fiatalokat jelölő akár pedagógusok, vagy civil szervezetek, vagy bármilyen más szervezet legyen esetleg jelen ezen a megbeszélésen. Biztos, hogy sokkal jobban tudunk ez ügyben dönteni, és sokkal több információ áll a rendelkezésünkre. Köszönöm szépen. Tordai Miklós képviselő. Köszönöm. Vettem részt ezen az ülésen, lépve, hogy nem vagyok tagja a bizottságnak. Az anyagokat elolvasva, nekem feltűnt az, hogy aki az ifjúsági díjaknak a jelölésében azt hiszem, hogy a leginkább hivatott lenne, azért az az iskola. Na most, ha valahonnan nem kaptunk, minthogyha jelölést, akkor az pont az iskola. Egyszerűen nem is értem azt, hogy nem elég vonzó a díj, az nem hangzik jól, hogy Solymár kiváló diáksportolója vagy, és így tovább, vagy a díj összegével van a probléma, vagy az iskola és az önkormányzat, vagy a hivatal között történt valami, amiről esetleg nem tudok, de szóval ilyen mértékben, hogy úgy mondjam, egy ilyen megtisztelő díjnak a helyén való kezelését az iskola részéről negligálni, ez számomra több, mint furcsa. Úgyhogy, ha tetszik, ha nem, akkor ezúton nem túlságosan burkolt kritikával kell illetnem
az iskolának a vezetését. Köszönöm. Köszönöm szépen. Én erre azt tudom mondani, hogy az utóbb, amit mondtál azzal kapcsolatban, sem a hivatal, sem az önkormányzat és az iskola között én úgy vélem, hogy nincs semmiféle surlódás, sőt, ugye én gyakorlatilag hetente találkozom az igazgatóasszonnyal, illetve az iskola vezetőivel, legutoljára a Farsangon a kezdetétől a végéig ott voltam, és nagyon sok emberrel beszéltem. Nem érzek én semmiféle ilyen bizalmatlanságot, olyan dolgot sem érzek, hogy a díj presztízsével lenne gond, hisz azért voltak jelölések, és a múltban is voltak jelölések, és nagyon sokszor is kiosztottuk díjakat. Lehet, hogy ez egy ilyen év volt. Talán a díjnak is jót tesz, hogyha nem feltétlenül minden évben osztjuk ki, tehát ha az értéke is nagyobb azzal, hogy, és ez el is hangzott ugye a bizottsági ülésen, hogy csak azért ne díjazzunk, mert díjazni kell. Tehát, mint ahogy díszpolgári címet se osztunk ki minden évben. Parancsolja a polgármester asszony. Köszönöm szépen. Én meg is kérdeztem az igazgatónőt, és az az igazság, hogy ebben az évben nem találtak olyan szemét, aki valóban nem volt, aki kiváló eredményt ért volna el. Megkérdeztem. Tehát végig gondolták? Nem. Köszönöm szépen. Tehát a közművődési bizottságnak ugye az a javaslata, és így egyszerűbb a szavazás is, hogy az idén ne osszuk ki egyik díjat se, úgyhogy én most ezt fogom szavazásra feltenni a képviselőtestetnek, ha nincs senkinek módosító javaslata ehhez. Akkor tehát a határozati javaslat úgy szól, hogy 2020-ban ezt az említett három díjat nem osztjuk ki. Most lehet szavazni. Aki egyetért az igen. Értelemszerűen. 7 igen, 3 tartózkodással úgy döntött a testület, az idén nem osztja ki a díjakat. Köszönöm szépen, következik a 19/2020-as számú előterjesztést a Print Kft. Terület bérleti kérelme. Említettem már a képviselő testületnek, hogy a nevezett cég megvásárolta az önkormányzati tulajdonnal szomszédos területet. Azt hiszem erről speciál, meg is nézem neked Miklós, rögtön van rajz, ha jól látom. Igen, tehát ez a... Ha átmegyünk a vasút fölötti hídon, mielőtt a körforgalomhoz érnénk a töltésen a balra lefelé eső terület, ahol a töltés lábánál közvetlenül a mi helyrajzi számunk helyezkedik el, és ennek a helyrajzi száma 40-71/1, 2500 négyzetméter körülbelül a területe. Itt a mellettelevő saját területén, amit megvásárolt a cég, egy rendezvénycsarnokot kíván felépíteni, ez jelenleg engedélyezési fázisban van, hogy látványterveket is elküldtük, viszont a parkolóhelyekhez, mivel ők a Szent Flórián utat javasolták igénybe venni, mint parkolóhely, és ehhez, mint közútkezelő, mint tulajdonos és mint közútkezelő, mi nem akarunk hozzájárulni a jegyzőúrral, mert a további beruházásokkal ebből gond lehet, hogyha ott elkezdődik a parkolás, ezért a cég bérbe venné tőlünk ezt a területet parkoló céljára hosszú távon, és akkor ezen a területen lenne a parkoló. Ez a területen van még egy baj, hogy ez a mi területünk, ez olyan ügyesen lett annak idején megcsinálva, amikor az Osan területek kiosztásra kerültek, hogy ez csak ezen a területen átközelíthető meg, ugyanis már szalakorlát van fölötte mellette. Tehát erre a területre saját területünkön jelenleg be se lehet hajtani, tehát mi sem tudunk behajtani rá. Úgyhogy ez lett a kompromisszumos javaslat, hogy ezt a területet bérbe vennék, és akkor ezt használnák parkoló céljába. Parancsol. Cserangéla. Köszönöm szépen. Sajnos ez az ügy nem járt a bizottság előtt, pedig ez tipikusan olyan előterjesztés lenne, amiről szerettem volna, hogyha tárgyalunk. Ez a vállalkozó erre az épületre
elkészítette a terveket. Elolvastam a tervtanácsnak a véleményét is, és tájékozottam is. Saját területén a parkolást nem tudja megoldani. Építési engedélyt olyan épület nem kaphat sajnos, amelyik a saját területén nem tudja teljes egészében megoldani a parkolót. Ha bérbe adnánk neki az önkormányzati területet 10 évre, akkor egy időszakra érvényes építési engedélye lenne. De mi lenne a 10 év múltán, hogyha bármi beüt, és például nem tudná megvenni ezt a területet, akkor egy törvénytelen állapot keletkezne, mert olyan építési engedéllyel rendelkezne, amihez egy feltételt nem tud teljesíteni, illetve talán a működtetéséhez is az engedélyt nem tudná megkapni, mert parkolóhelyet nem tud biztosítani. A tervtanács véleménye úgy hangzott el, hogy az egyeztetniük kell az engedélyező hatósággal, tehát az építésügyi hatósággal, és az építésügyi hatóság nem fogja megadni neki az engedélyt semmiféleképpen így az épületre. A terveket is, ahogy átnéztem, a tervekben is így azért még ezt tényleg tovább kell dolgozni, mert hogyha rendezvényteremről is van szó, kellő módon nincs akadálymentesítve, valamint például olyan apróságok is vannak, hogy befelé nyílnak az ajtók, úgyhogy tényleg ezek a tervek, ezek még nincsenek olyan állapotban, hogy engedélyt kapjanak rá. Szentendréhez kerülne márciustól ez az ügy, és Szentendrével elég rossz tapasztalataink voltak, mint hatóság, mert emlékeztek arra a Györgyhegy utcai ingatlanra is, ahol a közterületre létesült parkoló, és engedélyezte a hatóság ennek a fennmaradását ennek az épületnek, ami a hivatal számára is teljesen döbbenetes konklúzió volt az egészből, mert ott is egy szabálytalanság valósulhatott meg. Én úgy érzem, hogy ez a mostani terv semmiféleképpen nem kaphat építési engedélyt, és a másik, ami nagyon fontos, hogy a következő napirendi pontunk lesz a 4069-es helyrajzi számú ingatlannak az értékesítése. Úgy érzem, hogy a testület részéről elég egységes így az a vélemény, hogy az iparterületeinket szeretnénk értékesíteni, mert azt mondtuk, hogy az iparterületeinkből várhatóak, hogy iparűzési adók jöjjenek be. Hogyha most ezt az ingatlan 10 évre bérbeadnánk, akkor 10 évig nem tudnánk ezt a területet eladni, holott éppen most vagyunk abban a folyamatban, hogy a mellette lévő önkormányzati telket is szeretnénk értékesíteni. A következő, mondjuk nekem már a méretekkel kicsit gondjaim vannak, mert hogyha a 4069-es helyrajzi számú terület 7600 négyzetméter, számomra a 4070/1-es önkormányzati telek kicsit nagyobbnak tűnik, úgyhogy nem tudom, hogy esetleg mennyire... Ügyeleti kérdés, jegyző. Igen? Kikapcsoljam? Igen. Elnézést, csak tehát olyan mélységébe kerülünk itt a zártülés anyagának, hogy az az önkormányzat üzleti érdekeit sértheti. Tehát lehet, hogy akkor ezt az egészet, a 19-est is át kellene vinni zártülésre. Hát ezt kérem, fontolja meg a testület. Ez? Igen. Esetleg akkor jegyző ügyrendi javaslatát én megszavazom, hogy tegyük át ezt a kérdést, akkor és a továbbiakban zárt ülésen tárgyaljuk, most lehet szavazni.
9-1 tartózkodással a 19/2020-as előterjesztés további tárgyalását zárt ülésre tesszük. Köszönöm szépen. A nyilvános ülésünk napirendjeinek végére értünk. Kérdezem a képviselőket, hogy kérdése, bejelenteni valója, a napirend utáni hozzászólása van-e valakinek? Egy valakinek. Igen, de nem látjuk, mert tüntesd, de a panelt. Köszi, Nagy László Csaba, parancsolj. Köszönöm szépen a szót. Képviselőcsoportunk javaslata a testület felé, hogy támogassa azt a polgári kezdeményezést, amit a Nemzeti Régőkért indított a tavalyi évben a Székely Nemzeti Tanács. Ezt mi pártoktól függetlenül fontos nemzeti érdeknek tekintjük. Ez a polgári kezdeményezés azt a célt szolgálja, hogy az Európai Unió kohéziós politikája kiemelt figyelemmel kezelje azokat a régiókat, amelyek nemzeti, etnikai, kulturális, vallási vagy nyelvi sajátosságaik miatt különböznek a környező régióktól. Így a határon túli magyarság mellett a baszkok, bretonok, flamandok, katalánok, korzikaiak, belgiumi németek és más hasonló helyzetű közösségek fontos, hogy rendelkezzenek azokkal az erőforrásokkal, amelyekkel megőrizhetik hagyományaikat, kultúrájukat. A kezdeményezőknek 2020 május 7-ig legalább 7 különböző tagállamban 1 millió uniós állampolgár támogatását kell megszerezniük ahhoz, hogy az Európai Bizottság ezt a kérdést napirendjére tűzze és dönthessen a régiók támogatásáról. Azt javasolnánk, hogy a képviselőtestület csatlakozzon ehhez a kezdeményezéshez, és amennyiben lehetséges, akkor tájékoztassa a rendelkezésére álló információs felületeken keresztül a település polgárait arról, mi ennek a tartalma, és hívjuk fel a figyelmet, hogy aki még nem csatlakozott, az megteheti. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Jó magam, a megjelenésekor már aláírtam ezt, és azt hiszem többen. Jegyző úr. Igen, köszönöm szépen. Valóban 7 országból egy meghatározott keretet kell teljesíteni, hát Magyarország esetében ez a létszám már, az aláírók létszáma bőven meghaladta. Erdélyben közel van a létszámhoz, Felvidéken, de a többi országban, tehát még 4 országban kell igen magas számot produkálni, tehát alá lehet írni természetesen, de sajnos nem, ez már nem fog osztani, szorozni, mert a 7 országban kell meglenni egy szükséges százaléknak. 7 országban, igen, igen. De köszönöm, egyetértek a javaslattal, mindenki használja a csatornáit más országokban való mozdulsításra, akinek más országokban ismeretsége van, annak semmi akadálya, hogy ezt a petíciók, ezt megjelentessük a községi médiában. Tehát ehhez személyesen lehet csatlakozni, testületként egyetérthetünk vele, de így csatlakozni nem tudunk, úgyhogy egyébként egyetértek a kezdeményezéssel. Köszönöm szépen. Egyéb kérdés, hozzászólás, javaslat? Amennyiben nincs, akkor most a nyilvános ülésünket befejezzük, és egy szünet után zárt ülésre fog sor kerülni. Köszönöm szépen.